Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves megjelentek, kedves vendégeink! Szeretettel köszöntöm Önöket az MTA Kémiai Tudományok Osztálya Szerves és Biomolekuláris Kémiai Tudományos Bizottságának az ülésén. Én Keserű György Miklós vagyok, a bizottságnak az elnöke, és abból a alapvetően örömteli alkalomból jöttünk itt össze, hogy a 2022. évi Zemplén Géza díjak átadására sor kerülhessen, illetve meghallgassuk a díjazottak előadásait. Már most szeretném azonban felhívni a figyelmet arra, hogy a Kémiai Tudományok Osztálya az elmúlt években hagyományteremtő céllal úgynevezett karácsonyi előadások sorozatot hirdetett, és a közvetlenül a díjátadást követően kerül sor az idei karácsonyi előadás, vagy Christmas Lecture megtartására, és ezt az előadást Bodor Miklós, az MTA külső tagja fogja tartani. Az előadást pedig nem csak személyesen, hanem az online rendszeren keresztül, Zoomon keresztül is követni lehet. Most, hogyha megengedik, akkor rátérnénk a Tudományos Bizottság által adományozott Zemplén Géza díjak ismertetésére. A bizottság javaslata és a Kémiai Tudományok Osztálya egyhangú döntése alapján a 2022. évei Zemplén Géza fődíjat a bizottság Skodáné Földes Ritának, az MTA doktorának ítélte oda, és szeretném megkérni, hogy a díjátadás előtt legyen olyan kedves és tartsa meg előadását. Tisztelt elnök urat, kedves kollégák, hölgyeim és uraim! Először is szeretném megköszönni a felterjesztőknek és a Szerves és Biomolekuláris Bizottság minden tagjának, hogy nekem ítélték idén ezt a díjat, ez nagy megtiszteltetés számomra. Ebben az előadásban a kutatásaink egy részéről szeretnék most önöknek beszámolni. Azt szeretném megmutatni, hogy hogyan használtunk ionfolyadékokat katalitikus reakciókban, elsősorban azzal a céllal, hogy megoldhassuk a katalizátor visszaforgatását, és ezáltal csökkentsük a katalitikus reakcióknak a szennyezés mennyiségét. Az ionfolyadékok manapság már azért nem annyira egzotikus molekulák, mint néhány évvel ezelőtt, de talán annyit érdemes elmondani róluk, hogy azért különlegesek, és abban különböznek a szokásos szervetlen sóktól, hogy egy nagyméretű és nem szimmetrikus szerkezetű kation található bennük, és emiatt a szerkezet miatt a kationok és az anionok nem tudnak olyan erős kötést kialakítani, mint a szokásos szervetlen sókban, és ez okozza, hogy ezeknek a vegyületeknek az olvadáspontja különlegesen alacsony. Ionfolyadékoknak hívhatjuk azokat, általában azokat a vegyületeket szoktuk hívni, amelyek 100 fok alatti olvadásponttal rendelkeznek, de nagyon sok olyan vegyület is van közöttük, amelyek valóban szobahőmérsékleten is folyékony halmazállapotúak. A tudományos érdeklődés az körülbelül az utolsó 20-30 évben fordult intenzívebben az ionfolyadékok kutatása felé, pedig már több mint 100 éve ismertek ezek a vegyületek. Walden volt az, aki először dokumentáltan közölt ilyen típusú sókat, alacsony olvadáspontú sókat, de azért, hogyha egy kicsit kutakodunk a tudományos irodalomban, akkor korábbról is találkozhatunk olyan vegyületekkel, amelyekről akkor még nem tudták, hogy sószerű anyagok voltak, de mégiscsak alacsony olvadásponttal rendelkeznek. Viszonylag hamar felismerték kedvező kémiai tulajdonságaikat, de az első áttörést tulajdonképpen az jelentette, hogy a korábbiaknál stabilabb imidazólium, tetrafluoroborát és hexafluorofoszfát sók megjelentek. Ezzel párhuzamosan viszonylag gyorsan felismerték a katalitikus reakciókban való felhasználhatóságokat is, először oldószerként, utána pedig katalizátorként és oldószerként alkalmazták ezeket a vegyületeket. És hogy valóban nem csak tudományos érdekességről van szó, az bizonyítja az is, hogy 2021-ben Salt Lake City-ben elindult az első olyan üzem, alkilező üzem, ahol ionfolyadékokat alkalmaznak katalizátorként.
Az ionfolyadékoknak egy másik különlegesen kedvező tulajdonsága a rendkívüli változatosság, hiszen választhatunk egy kation alapvázat, amelyet elláthatunk különböző oldalláncokkal. Ezek az oldalláncok nem csak alkil csoportok lehetnek, hanem tetszőleges funkciós csoportokat is beépíthetünk ide. És a kiválasztott kationt párosíthatjuk egy anionnal, ami akár szerves, akár szervetlen anion lehet. Szerves kémiai szempontból nagyon fontos az, hogy poláris szerves és szervetlen anyagokat is nagyon jól oldanak. Sokszor emlegetik őket úgy, mint zöld oldószereket, és a kérdőjel az nem véletlenül van itt, hiszen tudjuk róluk, hogy nagyon sok toxikus képviselőjük van. Viszont mivel elhanyagolható a gőznyomásuk és nem gyúlékonyak, ezért mindenképpen biztonságosabban kezelhetők, mint a szokásos szerves oldószerek. A mi szempontunkból nagyon fontos az, hogy jól stabilizálják a fémorganikus vegyületeket, tehát jó oldószerek homogén katalitikus reakciókban. Azonban éppen a változatos szerkezetű oldalláncok miatt savas vagy bázikus karakterű vegyületek is lehetnek közöttük, tehát katalizátorként is alkalmazhatók. És mivel nem elegyednek apoláris oldószerekkel, ezért lehetőség nyílik arra, hogy kétfázisú reakciókat valósítsunk meg, elválasszuk a reakció végén a termékeket és a katalizátort visszaforgathassuk. Ebből a szempontból vizsgáltunk mi különféle szerves kémiai reakciókat, és többféle szerepben próbáltuk ki az ionfolyadékokat, egyrészt mint katalizátor hordozókat, másrészt önmagukban, mint katalizátorokat, illetve reverzibilis ionfolyadékok tulajdonságait kihasználva, például Clausen-Schmidt kondenzációban megvalósítottuk bázikus katalizátoroknak a visszaforgatását. Én ezek közül a témák közül kétfélét szeretnék önöknek bemutatni, még hogyha a második szám nem is látszik itt a kivetítőn, tehát egyrészt átmeneti fémkatalizált reakcióban, mint katalizátor hordozók működnek, másrészt pedig epoxidok gyűrűnyitásánál szeretném azt bemutatni, hogy milyen típusú ionfolyadékokat lehet katalizátorként használni. Az első témában elsősorban palládium katalizált reakciókat vizsgáltunk. Erre szeretnék néhány példát bemutatni. A figyelmünket az ionfolyadék oldószerek felé különböző szén-szén kapcsolási és karbonilezési reakciók irányították. Ebben a ábrán látható reakcióban a jód funkció cseréje történik meg egy amid csoportra, és a szteroidok esetén az lehet ennek a különleges jelentősége, hogy számos olyan szteroid molekula létezik, amelyek ezzel a funkciós csoporttal rendelkeznek, például az 5-alfa reduktáz inhibitorként alkalmazott finaszterid. A reakcióban a kiindulási jódalkén szénmonoxiddal és egy aminnal reagál, egy palládium prekurzor és megfelelő ligandum jelenlétében, és a reakcióban képződő hidrogén-halogenid megkötésére egy szerves bázist is alkalmazunk. De szokásosan szerves oldószereket használunk ezekben a reakciókban, viszont hogyha a szokásos szerves oldószert kicseréljük egy ionfolyadékra, akkor a reakció lejátszódása után lehetőségünk van arra, hogy a terméket valamilyen apoláris oldószerrel extraháljuk, és utána az elválasztott ionfolyadék katalizátor elegyet többször felhasználjuk. Ahhoz, hogy ez a reakció sikeres legyen, számos változót kell optimalizálnunk. A következő ábra azt mutatja, hogy azért megfelelő mennyiségű munka után sikerrel jártunk, és elsősorban a butilmetilimidazólium tetrafluoroborát ionfolyadék bizonyult alkalmas oldószernek. Az Excel ábrának az oszlopai azt mutatják, hogy az egyes reakciókban a reakció lejátszódása után, a termék extrakcióval történő eltávolítása után az ionfolyadék katalizátor elejét újra felhasználtuk, és azt vizsgáltuk, hogy csökken-e a katalizátornak az aktivitása, és az oszlopok magassága azt mutatja, hogy tulajdonképpen 5 körön keresztül minimális aktivitás csökkenéssel tudtuk termékünket előállítani. A reakciókat atmoszférikus nyomáson tudtuk kivitelezni, ami korábban közölt aromás halogenidek esetében csak nagy nyomáson volt kivitelezhető, tehát a szteroid alkenil jodidoknál atmoszférikus nyomáson is meg tudtuk oldani.
Hátrány volt viszont, hogy nagy ligandum felesleg volt szükséges ahhoz, hogy az ion folyadékban tudjuk tartani a katalizátort, és kérdésként felmerülhet az, hogy vajon minden esetben tudjuk-e a terméket extrahálni, hiszen hogyha egy polárisabb alappázat választunk, például mint amilyen az előző ábrán látott finaszteridnek az alappáza, akkor elképzelhető, hogy az extrakció nem lesz sikeres. Éppen ezért a homogén katalízisről áttértünk a heterogén katalízisre, méghozzá oly módon, hogy az átmeneti fémet stabilizáló ionfolyadékot egy szilárd hordozón rögzítettük. A rögzítés az történhet adszorpcióval vagy kovalens kötés kialakításával, utána az így módosított hordozóra felvihetjük a palládium katalizátort. Azt, hogy sikeresen előállítottuk-e a katalizátort, azt ellenőrizhetjük például szilárdfázisú NMR segítségével, illetve a palládiumról, palládium beviteléről nyerhetünk információt elektronmikroszkópos felvételekkel vagy XPS-sel. Elsőként arra voltunk kíváncsiak, hogy egyáltalán van-e értelme annak, hogy módosítsuk a szilikagél hordozót vagy bármilyen hordozót ionfolyadékkal. Három katalizátort készítettünk, az első esetben nem módosítottuk a hordozót, közvetlenül a szilikagélre vittük föl a katalizátort. A második esetben készítettünk egy elegyet egy ionfolyadékból és egy palládium katalizátorból, és ezt vittük föl a hordozóra. A harmadik példában pedig egy kovalens kötéssel kötöttük az ionfolyadék kationját a hordozóhoz. Ezeket a katalizátorokat az előző ábrákon bemutatotthoz hasonló aminokarbonözési reakcióban vizsgáltuk. Ebben a reakcióban most a jódaromás vegyületeknek a jód funkciós csoportját cseréljük ki, és a különbség az alkenil jodidok reakciójához képest, tehát az előző ábrán bemutatott aminokarbonözési reakcióhoz képest az, hogy aromás vegyületek esetében nem csak az amidok képződhetnek, hanem elsősorban magas nyomás alkalmazása esetén a ketoamidok is, két szénmonoxid molekula beépülésével. Az volt a célunk elsőként, hogy ezeket a vegyületeket tudjuk szelektíven előállítani, elsősorban azért, mert amikor elkezdtük ezt a munkát, akkor ezeknek a vegyületeknek az előállítására heterogén katalitikus módszereket még nem nagyon próbáltak ki. Mind a három katalizátor esetében vizsgáltuk a katalizátorok aktivitását, szelektivitását és visszaforgathatóságát. Az oszlopok magassága mutatja az egyes kísérletekben kapott átalakulásokat. A bordó és a kék színek utalnak arra, hogy milyen volt a szelektivitás az amidra, illetve a ketoamidra nézve, és az egymást követő oszlopok pedig azt mutatják, hogy a katalizátor szűréssel való eltávolítása után, ha a katalizátorhoz friss reagenseket adunk, akkor mennyire őrzi meg a katalitikus aktivitását. Hogyha összehasonlítjuk a három katalizátort, akkor látjuk azt, hogy az ionfolyadékot nem tartalmazó katalizátor esetében a katalitikus aktivitás az viszonylag gyorsan csökken, és a harmadik esetben, annak ellenére, hogy a szelektivitás az egy picit rosszabb volt, mint korábban, de mégis aktívabb katalizátorhoz jutottunk, és az aktivitást is tovább képes volt megőrizni. A következő kérdés, amit feltettünk magunknak, az volt, hogy vajon az ionfolyadék minőségének van-e hatása a katalizátor hatékonyságára. Imidazólium, foszfónium és piridínium ionokkal módosított hordozókat hasonlítottunk össze, megint csak az előző reakcióban, és azt tapasztaltuk, hogy a korábbi eredményekhez képest, abban az esetben, hogyha egy foszfónium típusú hordozót alkalmazunk, akkor a katalitikus aktivitás az egy kicsit jobb, viszont megjelenik egy új melléktermék, ami annak köszönhető, hogy ilyen körülmények között az oldószerként alkalmazott dimetilforma, amit egy kicsit bomlik, és az így keletkező dimetilaminnak a karbonilizésével is keletkezik egy melléktermék. Egyértelműen látható, hogy a harmadik, a piridínium kationokat tartalmazó hordozóval készült katalizátor a legaktívabb, és ez mutatta a legjobb stabilitást. Emellett ennek különleges előnye az is, hogy ha mérjük azt, hogy a nyers termékbe mennyi palládium kerül, akkor láthatjuk azt, hogy az imidazólium iont tartalmazó katalizátorhoz képest a lemosódás az lényegesen kisebb, körönként kevesebb, mint az eredetileg felvitt palládiumnak a 0,1%-a mosódik le.
Természetesen nem csak ezt az egyfajta ketoamidot állítottuk elő ezzel a katalizátorral, hanem sok más hasonló szerkezetű vegyületet is. Viszont én most egy másik dolgot szeretnék bemutatni önöknek, azt is meg szerettük volna mutatni, hogy ugyanezzel a katalizátorral megvalósítható-e amidoknak a szelektív előállítása abban az esetben, hogyha más reakciókörülményeket használunk. És itt nem az egyszerű aromás vegyületek és egyszerű aminok reakcióját szeretném bemutatni, hanem néhány olyan vegyületet, amelyek amid funkciót tartalmaznak, és gyógyszerhatóanyagok vagy gyógyszerhatóanyagok intermediérjei. Ha amidokat akarunk előállítani, akkor egy kicsit módosítanunk kell a reakciókörülményeken, magasabb hőmérsékleten és alacsonyabb nyomáson kell dolgoznunk, és az oldószer bázis párt is optimalizálnunk kell. De az optimalizált körülmények között elmondhatjuk, hogy mind a négy termék esetében a katalizátor többször újra felhasználható volt, az amidra mutatott szelektivitás az kiváló vagy megfelelő volt. A pirossal jelölt számok azok az egyes hatóanyagoknak az izolálás utáni hozamát mutatják, a zárójeles százalékok pedig azt mutatják, hogy mennyi volt a palládium katalizátor körönkénti lemosódása. Látható, hogy ez az érték, ez nagy mértékben függ egyrészt az alkalmazott körülményektől, másrészt pedig a szubstrátumok szerkezetétől is, de például ebben az esetben a nyers termékben 10 ppm alatt volt a palládium szennyezés. Ezt a katalizátort nem csak aminokarbonezési reakcióban használtuk, hanem Suzuki és Sonagashira kapcsolásban is eredményesek voltak. Itt jód-benzofurán származékokat alakítottunk át, és többféle vegyületet előállítottunk. Itt is bizonyítottuk azt, hogy a katalizátor több egymást követő kísérletben felhasználható, végső soron tendenciózus aktivitás változás nélkül, és a katalizátorból a palládium lemosódás az mindig 1% alatt maradt. Nem csak egyszerű vegyületeket állítottunk elő, hanem például közvetlen Sonagashira kapcsolással, vagy pedig Sonagashira kapcsolás és azidalkin cikloaddíció kombinálásával ferrocén tartalmú vegyületeket is, amelyek közepes aktivitást, citotoxikus aktivitást mutattak néhány rákos sejtvonalon, de azt mindenképpen sikerült bizonyítanunk elsősorban a triazol származékok esetén, hogy a ferrocénnek van szerepe az aktivitás szempontjából, tehát fenilalanók vegyületek azok kisebb citotoxicitást mutattak. A másik téma, amiről beszélni szeretnék, az ionfolyadékok, mint katalizátorok felhasználása, és a bemutatott példában egyben oldószerek is lesznek ezek az anyagok. A szteránvázas epoxidok gyűrűnyitásáról szeretnék beszélni. Ezek a szteroid vegyületek, amelyek az alsó ábrákon láthatók, szteránvázas epoxidok és aminok gyűrűnyitási reakciójában keletkeznek, és kedvező gyógyszerkémiai hatással rendelkeznek. Ezeket a gyűrűnyitási reakciókat általában kedvezőtlen körülmények között lehet kivitelezni, de körülbelül 20 éve Jadav és munkatársai kimutatták, hogy ionfolyadékok egyszerű vegyületek esetén, egyszerű epoxidok esetén katalitikus hatást fejthetnek ki az aminokkal lejátszódó gyűrűnyitási reakcióban. Mi arra voltunk kíváncsiak, hogy szteroidok esetében is így van ez. A imidazolium típusú ionokat tartalmazó ionfolyadékok katalitikus hatása azzal magyarázható, hogy az imidazolium ionok kettes szénatomján lévő hidrogén, az hidrogénkötést tud kialakítani az epoxid oxigén atomjával, és ezáltal érzékenyebbé teszi a nukleofil támadással szemben az epoxid gyűrűt. Különböző szteroidokat reagáltattunk, elsőként azért aromás aminokkal, mert azoknak a nukleofil ereje az kisebb, tehát itt nagyobb kihívást éreztünk ebben a reakcióban, és összehasonlítottuk az ionfolyadéknak az aktivitását a más oldószerekben kapott eredményekkel, és nem szeretnék itt nagyon a számok között elveszni, csak annyit szeretnék megmutatni önöknek, hogy abban az esetben, hogyha egy ionfolyadék az oldószer, akkor ekvimoláris mennyiségű amin jelenlétében azonos hőmérsékleten és rövidebb reakcióidő alatt kitűnő hozammal jutunk a termékhez. Ráadásul a termék extrakcióval történő elkülönítése után
azonos hozammal tudjuk újra felhasználni a oldószerként és katalizátorként is működő ionfolyadékot. Ezzel a módszerrel mind aminok, mind tiolok jelenlétében elvégeztük a gyűrűnyitási reakciókat, és megfelelő hozamokkal jutottunk a termékekhez. Azt kell még kiemelni, hogy ezekben a reakciókban az ábrán látható termékek 100%-os szelektivitással keletkeztek. Ezek a termékek olyan vegyületek, amelyekben a két funkciós csoport axiális pozícióban kapcsolódik a szteránvázhoz. Ez tulajdonképpen megfelel a gyűrűs vázzal rendelkező epoxidok gyűrűnyitására kimondott Fürst-Plattner szabálynak, amely szerint kinetikai kontrollal képződnek a termékek, ugyanis a diaxiális származékokhoz vezető átmeneti állapot egy stabilabb, székkonformációval rendelkező átmeneti állapot, míg a diekvatoriális származék azért nem keletkezik, mert egy nagyobb energiájú, csavart kát konformációval rendelkező átmeneti állapoton keresztül tudnánk eljutni ezekhez a vegyületekhez. És hát persze az ember mindig örül, amikor egy reakciót, amit kigondolt, azt sikerül megoldania, de lehet, hogy még nagyobb öröm, hogyha azt fedezi fel, hogy valami más történik, mint amit előzőleg gondolt. És mi is így jártunk akkor, amikor az epoxidok gyűrűnyitását ionfolyadékok jelenlétében különböző fémhalogenidekkel vizsgáltuk, ugyanis ebben az esetben a diaxiális származékok mellett, sőt annál nagyobb mennyiségben tudtuk izolálni a diekvatoriális vegyületeket. Láthatjuk azt, hogy kitűnő szelektivitást tapasztaltunk erre az izomerre nézve. Természetesen megvizsgáltuk azt, hogy a szokásos körülmények között egy szerves oldószerben, savkatalizátor jelenlétében mi történik. Látjuk azt, hogy ott a Fürst-Plattner szabálynak megfelelő termékeloszlást kapunk, tehát a diaxiális származék keletkezik nagy mennyiségben. Felmerülhet a kérdés, hogy vajon nem a hőmérséklet különbség okozza ezt. Igazából az első sorban azért szerepel ez a magasabb hőmérséklet, mert az már az optimalizált körülményeket mutatja, ami tényleg nagy mennyiségben jó szelektivitással eredményezi a diekvatoriális származékot. A értékek azt mutatják, hogy ha ionfolyadék oldószerben 100 fokon kivitelezzük a reakciót, akkor valóban romlik valamennyit a szelektivitás, de még mindig a diekvatoriális származék a nagyobb mennyiségben jelenlévő termék. A következő dolog, amit megvizsgálhatunk, az az ecetsavnak a hatása. Ha az ionfolyadékhoz savat adunk, akkor megint romlik a szelektivitás, de még mindig a diekvatoriális származék a nagyobb mennyiségben jelenlévő komponens. A jelenség magyarázatára DFT számításokat is végeztek a PhD hallgatóim, és tulajdonképpen vizsgálták a diekvatoriális és a diaxiális származékokhoz vezető átmeneti állapotok energiáját, és katalizátor nélkül azt tapasztaljuk, hogy valóban a második származékhoz vezető átmeneti állapotnak az energiája az lényegesen nagyobb, mint az első származékhoz vezető átmeneti állapot energiája. Akkor, hogyha egy savkatalízis működik, a különbség még akkor is bár csökken, de még mindig a kettes átmeneti állapot a nagyobb energiájú. A két átmeneti állapot közötti energia különbség az tovább csökken abban az esetben, hogyha egy imidazólium kation az, ami a katalízisben részt vesz, és itt is valamiért nem jelenik meg az, hogy hogyan is néz ki ez az átmeneti állapot az ionfolyadék jelenlétében, de itt is ki tudtuk mutatni a hidrogénkötésnek a kialakítását, vagy kialakulását az epoxid-oxigén atomja és az imidazólium kation között. És utána, hogyha figyelembe vesszük a magasabb hőmérsékletet is, akkor láthatjuk azt, hogy magasabb hőmérsékleten a savkatalizált reakcióban az energiakülönbségek nem változnak. Most jelent meg az imidazólium kation hatása, viszont az imidazólium ion jelenlétében megfordul az előjel, és tulajdonképpen itt már magas hőmérsékleten a diekvatoriális származékhoz vezető átmeneti állapot energiája lesz az alacsonyabb. Nyilvánvalóan az ilyen DFT számításokkal kapott értékek azok közelítő értékek, de mindenképpen mutatják azt a tendenciát, amelyet a kísérleti eredmények is mutatnak. A
különböző körülmények között és a körülmények optimalizálásával sikerült ionfolyadék katalizátorok jelenlétében mind a kétféle epoxidból diaxiális és diekvatoriális származékokat is előállítani, a kloridok esetében kiváló hozammal, a bromidok esetében, amelyeknél könnyen hidrogénbromid kilépés következik be, és ketonok képződnek, ott valamivel gyengébb hozammal jutottunk a termékekhez. És végül egy másik meglepetést szeretnék önöknek bemutatni. Ennek a 16-17 alfa epoxidnak a gyűrítását is megkíséreltük ionfolyadék jelenlétében aromás amin reakciópartnerekkel, és azt tapasztaltuk, hogy a várt termék helyett egy olyan vegyülethez jutunk, amelybe az amin reakciópartner nem épül be. Egy metil vándorlással egy 16 keto származékhoz jutottunk, és nem is ez volt az igazán nagy érdekesség, hanem az, hogy az ilyen 16-17 epoxidoknak a gyűrűnyitása Lewis savak jelenlétében, tehát alumíniumklorid vagy bortriflorid jelenlétében, Wagner-mérvány átrendeződéssel epimer alkoholok elegyéhez vezet, ahol a CD gyűrű között egy kettős kötés található. A mi esetünkben viszont egy másik vegyület keletkezett, és ennek a különlegességét az adja, hogy míg a kiindulási vegyületünkben a CD gyűrű transanelációjú, addig az átrendeződés után egy cis anelációval rendelkező vegyülethez jutunk, ami tehát azt jelenti, hogy a természetes származékokkal szemben ezekben a molekulákban a D gyűrű a steránváz másik három gyűrűjéhez képest fölfelé helyezkedik el. A természetes szteroidokban általában kétféle elrendeződés fordul elő, vagy ez a sík szerkezet, amit a baloldali ábrán látnak, ez a hormonokra jellemző szerkezet, vagy pedig olyan CD gyűrű cis-cis anellációval rendelkező CD gyűrűs vegyületeket találunk még, ahol a D gyűrű az nem fölfelé, hanem lefelé mutat a többi gyűrű síkjához képest. Tehát itt egy természetes szteroidokban nem megtalálható térszerkezet alakul ki. Ha kíváncsiak vagyunk arra, hogy milyen mechanizmus lehet itt feltételezni, akkor itt is a korábbiak alapján feltételezhetjük azt, hogy az imidazólium gyűrű hidrogénkötést alakít ki az epoxid oxigén atomjával, bekövetkezik a gyűrűnyitás, majd egy metilcsoport vándorlás, amit egy hidrid vándorlás és egy protonvesztés követ, ezáltal egy enolát alakul ki, és az enolát protonálódás és tautomer átrendeződés révén eredményezi a ketovegyületet. Mivel itt a termék az egy nem természetes szteroid, itt tehát például hormonális hatással nem kell számolni, kíváncsiak voltunk arra, hogy ha különböző származékokat állítunk elő ebből a vegyületből, akkor vajon ott lehet-e valamiféle kedvező gyógyszerkémiai hatást tapasztalni. Többféle vegyületet is előállítottunk, közöttük amidokat, és ezeknek az amidoknak a röntgenszerkezete is bizonyította a CD gyűrűnek a cis-anellációját, és a vegyületek közül a propargilamid származékot Pécsett vizsgálták biológus kollégák és orvos kollégák, és TRPV1 receptor gátló hatást tapasztaltak. A TRPV1 receptor egy a fájdalomérzet kialakulásában szerepet játszó receptor, ami például kapszaicinnel, savakkal vagy hővel ingerelhető, és ionbeáramlást okoz, és aztán utána az ion koncentráció növekedése az, ami a kiváltott égető, szúró, viszkető érzéshez vezet. Az in vitro kísérletek azt mutatták, hogy a sejtek a kapszaicin és a vegyületünk adagolása után kisebb válaszreakciót produkáltak, mint csupán csak a kapszaicin adagolása után, és az első kísérletek után további in vitro és in vivo kísérletek is azt bizonyították, hogy valóban hatékony ez a vegyület a TRPV1 receptor inhibíciójában, tehát egyrészt nagyon jó modellnek találták a TRPV1 inhibíció mechanizmusának a felderítésében, és remény van arra, hogy fájdalomcsillapító hatású vegyületek kifejlesztéséhez vezethet további származékok előállítása. Nem szeretnék az itt elmondottakon részletesen végigmenni pontonként összefoglalásként,
Én remélem, hogy sikerült önöknek azt bebizonyítanom, hogy az ionfolyadékok sokféle módon felhasználhatók szerves szintézisekben, és nem csak egyszerű molekulák átalakításánál, hanem bonyolultabb származékoknál is. És ráadásul azt is próbáltam bizonyítani, hogy nagyon sok reakcióban olyan szokatlan termékekhez jutunk, amelyek a szokásos szerves reakciókban közvetlenül nem, hanem esetleg csak kerülő úton több lépésben lennének előállíthatók. És végül szeretném megköszönni mindazoknak a munkatársaknak, akik ezekben a témákban közreműködtek a segítségét, és önöknek pedig köszönöm szépen a figyelmet. Köszönjük szépen az előadást, amivel úgy gondolom, hogy mindenkit meggyőzhetett arról, hogy a 2022. évi Zemplén Géza fődíjat a munkassága alapján kiérdemelte. Azonban mégis most engedjék meg, hogy egy díjátadás előtt egy rövid méltatással ismertessem Skodáni dr. Földes Rita eredményeit. Aki az MTA doktora fokozatot 2007-ben szerezte meg, 2009-ben lett egyetemi tanár, és a magyar és a nemzetközi katalitikus és szerves szintetikus kémiának egy kiemelkedő eredményességű kutatója. 1991-től a Pannon Egyetemen, korábban Veszprémi Vegyipari Egyetem vagy Veszprémi Egyetemen dolgozott oktatóként, a mérnöki kar szerves kémia tanszékének, jelenleg pedig a szerves kémiai szintézis és katalízis kutatócsoportnak a munkatársa. Tudományos eredményeit mintegy 124 közleményben foglalta össze, ezekre kapott független hivatkozások száma megközelített 1500-ot és a H-indexe 22. Kutatási területemben most betekintést engedett, kezdetben hidroszilízési reakciók voltak, különböző platina és tródium katalizátorok jelenlétében, majd új szteroid származékok szintézise valósította meg homogén katalitikus reakciók segítségével. Már a 2000-es évek elejétől fordult érdeklődése az ionfolyadékok szerves kémiai alkalmazása felé, amire most szép példákat láthattunk az előadásban. Tudományos eredményeit számos díjjal, ösztöndíjjal ismerték el, így a Bolyai János kutatási ösztöndíjat 3 alkalommal is elnyerte, Széchenyi István ösztöndíjat is kapott, Oláh György díjat 2005-ben, L'Oréal UNESCO Magyar Ösztöndíja Nőkért és Tudományért pedig 2007-ben nyerte el. Kutatási tevékenysége mellett fontos megjegyezni azt, hogy az oktatási tevékenysége is jelentős. Pannon Egyetem kémiai és környezettudományi doktori iskolájának az alapító tagja, témavezetője, 2022-ig a törzs tagja, 2022-től pedig a vegyészmérnök és anyagtudományok doktori iskolának a törzs tagja. Témavezetésével mintegy 30 diplomadolgozat, 21 szakdolgozat készült, és 11 hallgatója szerzett PhD fokozatot. Jelenleg is 5 hallgató dolgozik az irányítás alatt, a PhD értekezésen. Oktatásért és a tehetséggondozásért területén végzett eredményét is több díjjal is elismerték. Ezek közé tartozik a Magyar Felsőoktatásért emlékplakett, a Mestertanár Aranyérem, Mérnöki Kar kiváló oktatója és a Sebesnyi Attila emlékérem. Én azt gondolom, hogy a bemutatott előadás és a felterjesztők által megfogalmazott méltatás egyértelműen bizonyítja azt, hogy a bizottságunk és a kémiai tudományi osztálya 2022-ben is méltó jelöltet választotta Zemplén Géza fődíjra. És most szeretném megkérni osztályelnök urat, hogy adjuk át közösen a díjat Skodáné dr. Földes Ritának. Most, hogy át fogunk térni második díjazottunkra, Zemplén Géza díj 2022. évi kitüntetőjére, kérem engedjék meg, hogy átadjam a szót a bizottságunk titkárának, Bátori Sándor.
Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Nagy örömmel mutatom be Önöknek az eredményt. Az idei Zemplén Géza díjazottunk dr. Ábrányi Balogh Péter lett, és most fölkérném őt az előadása megtartására. Nem tudom, merre van a Péter. Itt van a Péter, köszönöm szépen. Tisztelt osztályelnök úr, tisztelt bizottság, kedves hölgyeim és uraim! Nagyon megilletődötten állok itt, és én is szeretném megköszönni mind a felterjesztőknek, mind a bizottságnak, hogy idén nekem ítélte az Zemplén Géza díjat. Bízom benne, hogy a következő előadás az méltó lesz ennek a díjnak és az elődöknek. Amikor elkezdtem a szerves kémiával foglalkozni, akkor első éves egyetemista koromban úgy gondoltam, hogy a szén, hidrogén, oxigén és nitrogén az hát már eléggé körüljárt terület, úgyhogy valami más heteroatommal lenne érdemes foglalkozni. Azóta rájöttem, hogy ennél nagyobbat azért kevéssé tévedhettem volna, de ettől függetlenül úgy gondoltam, hogy bár az elmúlt években inkább a gyógyszerkémia felé kacsingattam, most előadásomban ezek köré, a heteroatomok köré és a velük lezajlott szintetikus munka köré szeretném fűzni a szót. És hogy mi célból is foglalkoztunk ezekkel a vegyületekkel, így a foszforral és a kénnel, vagy azokat tartalmazó szerves vegyületekkel. A foszfor vegyületek azokat főleg katalitikus, illetve reakciók segédanyagaként, mint additívként használtuk, és próbáltunk olyan új reakció módszereket, szintézis utakat tervezni, amelyek hatékonyabbak annál, mint amiket amúgy a szakirodalom ismer, és így próbáltunk adott esetben új vegyületcsaládokat előállítani. A kénatom esetén pedig az elemi kénnel foglalkoztunk, és az elemi kénnek a vegyületekbe történő beépítését fogom most itt bemutatni, amellyel szintén az volt a célunk, hogy egy egyszerű, a polcról könnyedén levehető, nem olyan büdös, nem mérgező, ilyen szempontból inert anyagot reagensként alkalmazzunk, és új vegyületeket alakítsunk ki, vagy új módszereket dolgozzunk ki, amik adott esetben még akár környezetbarát megfontolásoknak is eleget tehetnek. Hogyan próbáljuk ezeket a vegyületeket beépíteni? Próbáltunk multikomponensű és egyedényes reakciókat kidolgozni, azért, mert hát a több reakció lépés az mindig ugye sok feldolgozással, plusz idővel és plusz adott esetben hulladék keletkezéssel is jár, míg egy multikomponensű vagy egyedényes reakció esetén jó esetben ezt csak egyszer kell elvégezni, és ezzel is az atomhatékonyságnak és a reakció hatékonyságnak meg tudunk felelni. Legelőször még doktori munkám során béta-karboninoknak a szintézisével foglalkoztam, és így kötődnek az első reakciók ehhez a vegyületcsaládhoz. A T3P-t, mint foszfor additívot, foszfor vegyületet tartalmazó additívot használtuk vízmegkötési reakcióban. Ez a Wiesler-Napier-Ralszky reakció volt, ismert beta-karbonin származékoknak az előállítására, többek között a harmalán és a dihidroeudisztomin alkaloidnak a szintézisére. Mikrohullámú körülmények között két lépést egyedényben valósítottunk meg. Az első lépés az egy karbonsavval egy acilezés, a második pedig a savamidnak a Wiesler-Napier-Ralszky gyűrűzárása, ami kialakítja a C gyűrűjét a beta-karbolinnak.
A mechanizmus értelmezése során, illetve miközben próbáltuk azt felderíteni, hogy miként lehetséges az, hogy két lépéshez kevesebb, mint két ekvivalens vízmegkötő segédanyag is elegendő lehet. Arra jöttünk rá, hogy a T3P, ami egy gyűrűs észter, az egyrészt fölvehet egy ekvivalens vizet, amikor felnyílik a gyűrű, másrészt utána még tovább hasadhat a foszfor-oxigén kötés, és így újabb és újabb vízmolekulák megkötésére lehet képes. Tehát egy karbonsav aktiválószerként is működik, illetve a gyűrűzárásnál is akár ezek az intermediérek is meg tudják kötni a keletkező vizet. Olyan bétakarbolin származékokat is előállítottunk, amelyek multikomponensű reakciókban elterjedt formil-funkciós csoportot tartalmaznak, és ezt a formil csoportot, ezt többféle reakcióban, többféle multikomponensű reakcióban alakítottuk tovább. Az egyik az a Wilgerod-Kindler reakció volt, ahol az elemi kén az a képbe érkezett. Itt ezt dimetilformamidban melegítve gyűrűs aminokkal alakítottuk át, tioamidokká a bétakarbolinnak a formil csoportját. A másik multikomponensű reakciónk az a Biginelli reakció volt, amely során beta-dioxovegyületek, illetve karbamid segítségével alakítottunk ki egy újabb heterociklusos vegyületet. Mi ugyan nem vizsgáltuk ezeknek a biológiai aktivitását, de a mi eredményeink után nem sokkal nagyon hasonló vegyületeket közöltek más kutatócsoportok, és különböző rákos sejtvonalak elleni onkológiai hatást igazoltak ilyen típusú vegyületekre. Visszatérve a T3P vízmegkötő reagensre, és továbbra is az alkaloid származékoknál, illetve már a gyógyszerek felé is kacsintva, izoindolinoknak a szintézisével foglalkoztunk. Formil benzoesavakat reagáltattunk egyrészt feniletilamin származékokkal, vagy triptaminnal, és így a nuevamin alkaloidot, illetve hasonló származékokat szintetizáltunk. Ebben az esetben mikrohullámú melegítésre volt szükség, viszont 10 perc alatt is már lejátszódott az a reakció, ami a mikrohullám vagy a T3P alkalmazása nélkül nem játszódik le, vagy egy nap is szükséges lehet a forrásos körülmények között. A multikomponensű szintézis pedig egy UGI jellegű reakció volt, ahol a formil csoport, a karbonsav, egy amin és egy izonitril reagált egymással. Az UGI reakciókról általában tudva levő, hogy katalizátor és segédanyag nélkül 24-48 órát vagy akár napokat is tartanak. Nekünk ezt a reakciót ezt negyed óra alatt sikerült megvalósítani, és általában jó termelésekkel állítottuk elő az izoindolinon savamid származékokat. Ebben az esetben is vizsgáltuk azt, hogy hogy lehet az, hogy egy ekvivalens T3P, vagy épp hogy egy kis felesleg, az elegendő itt a reakcióknak az elősegítésére. Ugye itt is egy imin kialakulás, az alkaloid szintézisnél egy imin kialakulásnál is egy vízkilépéssel számolni kell, illetve aztán a Pister-Spengler gyűrűzárás során is még egy ekvivalens víz lép ki, de mégis elegendő volt nekünk a kevesebb ekvivalens vízmegkötő. A Betti reakció volt a következő T3P által elősegített multikomponensű reakciónk. Itt beta-naftól, karbamát és aldehid, benzaldehid származékoknak a reakcióját vizsgáltuk. Amennyiben egy ekvivalens T3P-t alkalmaztunk, akkor Betti bázisok keletkeztek, azonban több ekvivalens T3P hozzáadásával és hát egy kis rásegítéssel a hőmérséklet irányából is sikerült ezt a gyűrűt bezárni, és így naftoxazinon származékokat előállítani. Ebben az esetben is van szerepe a mechanizmusban a T3P-nek. Ami számunkra izgalmas volt, az az, hogy vannak
proton transfer folyamatok, protonálódások, deprotonálódások a mechanizmus során, és hogy a T3P vizes adduktja az savként tud viselkedni, és részt tud venni ezekben a reakciókban. Itt nem sikerült kevesebb ekvivalens vízmegkötővel hatékonyan végrehajtanunk ezt a reakciót. Abban az esetben, hogyha már nem csak a segédanyagok szintjén, hanem a reagensek szintjén is kívántuk a foszforvegyületeket használni, a Kabachnyik-Fields reakcióra esett a választásunk. Itt aldehidek, aromás aminok és trietil vagy dietil foszfit reakcióját lehet T3P-vel elősegíteni. Ez szintén, hogyha nem használunk segédanyagot, akkor több órás és magas hőmérsékleten végrehajtott reakció. Nekünk szobahőmérsékleten és 5 perces reakcióidővel sikerült igen jó termelésekkel előállítanunk nagyszámú aminofoszfonátot. A mechanizmus ebben az esetben is először egy iminképzéssel kezdődik, ahol a T3P-nek már van szerepe, és erre az iminre történik a foszfitnak az addíciója. Ez amúgy a Pudovik reakció, hogyha ezt az egy lépést tekintjük. És utána pedig hát a trietil foszfit esetén egy etoxi csoportnak vagy egy alkoholnak a távozását is magyaráznunk kell. Itt azt feltételezzük, hogy abban az esetben a T3P nem vizet köt meg, hanem az alkoholnak az oxigénjével tud hasonló reakcióba lépni, és így nem foszfonsav származékok, hanem etilészterek keletkezhetnek. A reakciót azt már hosszabb reakcióidővel kellett megvalósítanunk abban az esetben, hogyha bis-alfa-aminofoszfonátokat állítottunk elő. Itt para-aminoanilinből indultunk ki, és sikerült is kimutatnunk a mono-alfa-aminofoszfonát intermediért HPLC-MS segítségével, illetve abban az esetben, hogyha a tereftálaldehid volt a formél kiindulási vegyületünk, ott pedig szintén jó hozammal sikerült a kétszeres származékokat előállítani, és ott az imin intermediérnek a jelenlétét tudtuk kimutatni. A tioamidok előállítása aminokból az kihívásokat jelent, általában inkább a savamidot szokták átalakítani, a savamid oxigénjét alakítják át kénre, Lawson reagenssel vagy foszforpentaszulfiddal, amiknek az alkalmazása, illetve utána tőlük való megszabadulás az jelenthet kihívást. Kipróbáltuk azt, hogyha benzilamint kénporral melegítünk össze mikrohullámú körülmények között, akkor elő tudjuk állítani a várt tiobenzamidot. A megfigyelésünk azonban azt mutatta, hogy a mikrohullám és a melegítés hatására feltételezhetően, illetve akár a kénnek a redox jellege miatt, vagy hatása miatt egy dibenzilamin származék keletkezett, feltételezhetően egy imin intermedieren keresztül, és abból egy monobenzamid, tehát egy benzil-tiobenzamidot kaptunk. Abban az esetben, hogyha dibenzilaminnal végeztük a reakciót, akkor sikerült kimutatnunk a benzil-merkaptánt, tioétert, illetve diszulfid és triszulfid melléktermékeket is, ennek még a későbbiekben lehet szerepe, ezt aztán később egy másik reakcióban hasonlóakat találtunk. Megvalósítottuk heterociklusok esetén is ezt a reakciót, ebben az esetben rögzítettük a benzilamin részt ugye egy gyűrűhöz, abban az esetben, hogyha tetrahidrokinolint, tetrahidrotianopiridint vagy tetrahidrobétakarbolint használtunk, ekkor nem keletkezett, nem is nagyon keletkezhetett másfajta vegyület, hanem jó termelésekkel a várt tioamidot állítottuk elő. Ezeket aztán később szén-szén kapcsolási reakcióba tudtuk vinni a szénkén kettős kötésen.
Visszatértünk az elemi kén alkalmazására Németh András Györggyel az elmúlt évek során, és azt vizsgáltuk főleg, hogy hogyan lehet az elemi ként multikomponensű és egyedényes reakciókban alkalmazni. Az alap elgondolása a tiodítiokarbamátok és tiokarbamidok előállításának az volt, hogy amennyiben izonitrileket kénporral, vagy hát elemi kénnel reagáltatunk, akkor abból izotiocianátok keletkezhetnek, és ezek az izotiocianátok, ezek különböző OS vagy N nukleofilekkel reakcióba vihetők. Ez a reakció ez nem volt teljesen kézenfekvő. Önmagában, hogyha magát a nukleofilt azt nem megfelelően választjuk meg, akkor nem elég hatékony ez a reakció. De abban az esetben, hogyha egy bázis optimalizálás után nátriumhidriddel különböző alkoholok jelenlétében kevertetjük az elemi kenet és az izonitrilt, akkor valóban az izotiocianát keletkezik, és képes lesz arra, hogy acilezze az alkoholt, és így tiokarbamátokat kapjunk. Abban az esetben, hogyha ditiokarbamátokat szeretnénk tiolokkal előállítani, úgy nátriumhidroxidot és némileg más körülményeket szükséges alkalmazni. A reakció során azok a vegyületek szerepelnek itt, amik némileg izgalmasak és mutatják a reakció funkciós csoport toleranciáját, hiszen az adott bázikus körülmények között akár egy nitril csoport, akár az allil kettős kötés az érintetlen maradt. Abban az esetben, hogyha egy olyan bázist használunk, vagy egy olyan amint, ami önmagában nem tud reakcióba lépni nukleofilként a keletkező izotiocianáttal, akkor aminok jelenlétében is ez az izotiocianát képzés elvégezhető. Ugye, hogyha például butilamint használunk, akkor ez problémás lehet, mert lehet, hogy aktiválja az izotiocianát keletkezés, de rögtön reagál is vele. Viszont hogyha terciar aminokat, vagy ezeket a gyűrűs aminokat használjuk, akkor azt feltételeztük, hogy ez a reakció nem fog megvalósulni. Szerettük volna a szerves oldószereket kiváltani és vizet használni, amire nem számítottunk, ami meglepetésként ért minket, hogy példának okáért a DBU az víz jelenlétében felnyílik, tehát egyrészt aktiválja a reakcióra az izotiót, a kenet aktiválja az izotiocianát képzésre, de mégiscsak képes vele reagálni. Minden esetre ezekkel a szerves bázisokkal is elvégeztük a reakciót, és így különböző gyűrűs tiokarbamidokat kaptunk, és abban az esetben, hogyha PMDTA bázist használtunk, ami hát nem tartalmaz olyan aminó csoportot, ami reakcióba tudna lépni, akkor mellé, hogyha más amint tettünk, akkor aszimmetrikus tiokarbamidok előállítását is meg tudtuk valósítani, így akár szubstituálatlan tiokarbamidot különböző heterociklusos vagy alifás és aromás származékokat is előállítottunk, ami olyan szempontból volt számunkra érdekes, hogy az alifás aminok a csökkent nukleofilicitásuk miatt, amúgy az aromás aminok a csökkent nukleofilicitásuk miatt amúgy kihívást jelentenek, hogy miként acilezhetők. Ezen kívül említést érdemel, hogy a tiokarlid tuberkulózis ellenes hatóanyagnak a szintézisét is igen jó termeléssel sikerült megoldanunk. Maga az eljárás olyan szempontból volt rendkívül szerencsés, és azt gondoljuk, hogy környezetbarát, hogy nem volt szükséges kromatográfia, ugyanis a tiszta tiokarbamidok kiváltak a reakcióelegyből, mivel a bázis az elemi kémből poliszulfidokat képzett, ezért ezek a poliszulfidok a bázissal együtt oldatban maradtak, tehát amikor vízből kiszűrtük a tiokarbamidot, akkor minden egyéb melléktermék az így eltávolítható volt.
Ezt kihasználva áramlásos körülmények között is megvalósítottuk a tiokarbamidok előállítását. Vettük a vizes poliszulfid oldatát a bázisnak és az elemi kénnek, illetve az izonitrilnek az acetonitriles oldatát, és az áramlásos kémiai reakció után az oldószer elpárologtatásával sikerült aztán kinyernünk megint csak tisztán a legtöbb tiokarbamid származékot. Szerettük volna egyedényben még tovább vinni ezt a reakciót, tehát az izotiocianát képzés, a tiokarbamid képzés után még egy lépést hozzáilleszteni, és ez a bromacetofenonokkal történő reakciója volt különböző tiokarbamidoknak, amely során aminotiazolokat, illetve iminotiazolineket sikerült előállítani. Itt három lépést vontunk össze egy reakcióba, szintén nem volt szükség kromatográfiára, és a méret növelhetőségét és a funkciós csoport toleranciáját is sikerült igazolnunk a reakciónak. És az utolsó elemikenes reakciónk, ami már egy kicsit kapcsolódik aztán a gyógyszerkémiai érdeklődés felé is, az elemi kén és akrilamid származékoknak a reakciója volt. Ezt szintén vízben, tehát itt nem vízben hajtottuk végre a reakciót, bár szükség volt vízre ahhoz, hogy megfelelően játszódjon le a reakció, és optimalizálni kellett, hogy az akrilamid az aktivált elemi kénnel tioétert, vagy pedig különböző hosszúságú poliszulfid láncokkal összekötött vegyületeket képez. Itt is sikerült LCMS-sel detektálnunk ezeket a különböző származékokat. Ez volt az első lépés, hogy kialakultak ezek a poliszulfidok, a második lépés pedig egy redukció, amely során tiolokat képeztünk, és így nagyszámú tiolt tudtunk előállítani akrilamidok és elemi kén reakciójában. Mire használjuk ezeket a tiolokat? Mielőtt még felhasználtuk, először megvizsgáltuk, hogy mégis a víznek milyen szerepe van ebben a reakcióban. Ezt deuterált vízzel végezve a reakciót meg tudtuk mutatni azt, hogy a deutérium beépül az alfa szénatomjára a keletkezett savamidnak. És hogy mire használjuk ezeket a tiolokat, különböző elektrofilekkel reagáltattuk őket, így maleimidekkel, szintén egy akrilamiddal, bróm, tehát benzilező szerekkel, akár aromás nukleofil szubstitúcióban halogénezett heterociklusokkal, illetve a Schottenbaum-an acilezés és a diszulfid képzés is megvalósítható volt. Tehát itt sikerült az előállított tiolokat még egy lépéssel tovább vinnünk, és elektrofilekkel széleskörű származékokat előállítanunk. És hogyan kapcsolódik ez a gyógyszerkémiához és ahhoz, amivel az elmúlt időszakban még elég behatóan foglalkoztunk a kutatócsoportban? Úgyhogy ezek az elektrofilek és tioloknak a reakciója, ez a gyógyszerkémiában is egy jelentős terület, és sikerült azt megmutatnunk, hogy a különböző fehérjékben található cisztein aminosavak, azok ezekkel a különböző elektrofilekkel reakcióba vihetők és támadhatók, és ezzel irreverzibilis inhibíció érhető el, ami sok esetben egy hatékonyabb gátlást, vagy hatékonyabb a fehérjék működésének egy hatékonyabb befolyásolását teheti lehetővé. És hová haladunk, amellett, hogy a gyógyszerkémiát is próbáljuk összekötni a szerves kémiával ilyen módon, amellett a fehérjékkel való munkát is. Szeretnénk azt, hogy a multikomponensű reakciókat azt biokatalizátorok segítségével is megvalósítsuk, és így megpróbáljunk egy új területen is megvetni a lábunkat, és azt is összekötni ezzel a szép
kémiai térre. Szeretnék köszönetet mondani minden munkatársnak, akivel együtt dolgozhattam az elmúlt időszakban. Szeretném kiemelni időrendi sorrendben Keglevics György professzor urat, Milán Mátyást, illetve Keserű György Miklóst, akikkel az elmúlt időszak, vagy akikkel így a mind a PhD fokozat megszerzésében, mind azután dolgozhattam velük, és tanulhattam meg tőlük akár a szerves kémiának, akár a gyógyszerkémiának azokat a fogásait, amiket tudok manapság is használni. Szeretném kiemelni Németh Andrást, Szabó Renátát, Varga Valentinát különösen, akikkel az itt bemutatott reakcióknak a megvalósítását sikerült megvalósítanunk. Köszönöm szépen a megtisztelő figyelmüket. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Ábrányi Balogh Péter azzal kezdte az előadását, hogy szeretné ebben az előadásban bemutatni, hogy méltó erre a díjra. És mint láttuk, egy fantasztikus, szép előadásban vegyületek és reakciók garmatát mutatta be, nagyon érdekes módon összefüggéseket bemutatva, úgyhogy azt gondolom, sikerült is a célt elérni, és bemutatta, hogy méltó erre a díjra. De mielőtt a díjazók megkapná a díjat, ezelőtt szeretném ismertetni röviden az eddigi munkásságát. Dr. Ábrányi Balogh Péter 2014-ben szerezte meg a PhD fokozatot a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen. És ezt követően csatlakozott a Természettudományi Kutatóközpont Keserű György Miklós által vezetett gyógyszerkémiai kutatócsoportjához. 2015 és 2017 között MTA, majd azt követően NKFIH posztdoktori ösztöndíjat nyert el, és 2018-ban elnyerte a Nemzet Fiatal Tehetségéért ösztöndíjat, és egy szlovén-magyar kétoldalú tudományos pályázatot a Ljubljanai Egyetem gyógyszerészeti karával együttműködésben. 2021-től Bolyai János kutatási ösztöndíjas. Ábrányi Balogh Péter a gyógyszerkémiai kutatócsoport kolvens inhibitorok fejlesztésével foglalkozó laboratóriumát vezeti. Kutató munkája során 4 PhD, 4 MSc és 1 BSc hallgatóval dolgozik együtt, eddig egy PhD dolgozat, 24 diplomunka, illetve szakdolgozat témavezetője volt. Tudományos munkájából eddig 81 független, 81 nemzetközi, egy hazai publikáció és 4 könyvfejezet jelent meg. Kumulatív impact faktora 267, és a független idézettsége 539. Megemlítem még a H-indexét, amit 14. Több önálló projektet is sikeresen tervezett és vezetett. Dr. Ábrányi Balogh Péter a biológiai identitású szerves kémiai kutatómunkát komplex módon közelíti meg, a laboratóriumi kísérletek mellett munkájában kvantumkémiai számításokat és analitikai módszereket is alkalmaz. Közreműködésében az elmúlt években sikerült antibakteriális, antivirális, gondoljunk itt a COVID-ra, és onkológiai célpontokat, fehérje-fehérje kölcsönhatásokat és rendezetlen fehérjék aggregációját is gátolni. A fehérje célpontok mellett számos metodikai fejlesztés is megvalósult, legtöbbször nemzetközi együttműködések keretében. Említést érdemel tovább a fluorescens nagyabb affinitású ligandumok fejlesztése, amelynek segítségével nanométeres pontossággal határozható meg gyógyszerek kötődése helye az idegsejtek felületén. Kutatómunkája mellett címzetes egyetemi docensként oktat a BME vegyészmérnöki és biomérnöki karán, egy saját tárgya van, és 3 tárgyban társoktató. Rendszeres bírálója a nemzetközi folyóiratoknak, TDK dolgozatoknak, szakdolgozatoknak, PhD értekezéseknek. Tudományos munkája elismeréseként 2018-ban Junior Prima díjjal, 2020-ban az Amerikai Magyar Akadémikusok Társasága fiatal kutatóknak szóló díjával tüntették ki. 2021-ben a Kajtár Kórosi Alapítvány díjazotta lett. Még egyszer gratulálok, és mi szeretnénk felkérni a főosztályunk elnökét, Perce Vandás urat,
illetve a Tudományos Bizottságunk elnökét, Jesső György urat, hogy adják át a díjat. Köszönjük szépen az előadásokat, és a díjátadó végén szeretném megköszönni azoknak a Magyarországon működő gyógyszeripari nagyvállalatoknak, akik a felajánlásukkal támogatják a Zemplén Géza díj odaítélésre szolgáló bizottságnak a pénzügyi forrásait és a munkáját. Most pedig szeretném felkérni osztályelnök urat, hogy mondjon néhány bevezető szót a karácsonyi előadás elé. Köszönöm szépen. Hölgyeim és uraim! Nagy örömmel és sok szeretettel köszöntöm Önöket a Magyar Tudományos Akadémia Kémia-Tudományok Osztályának nevében akadémiánk harmadik karácsonyi előadásán, vagy egyszerűen csak Christmas Lecture-én. Ma délután én leszek az Önök házigazdásak, és leg nem ismerne, Perce András vagyok, az ELTE szerűs kémia és biológiai kémia professzora, jelenleg a Magyar Tudományos Akadémia Kémia-Tudományok Osztályának az elnöke. Néhány szót megelőzően a Christmas Lecture-ről. A karácsonyi előadás gondolatának és koncepciónak hátterében az a kimondott és kimondatlan vágyunk húzódik meg, hogy a karácsonyi készülődés közepette lassítsunk és szálljunk egy kicsit időt arra, hogy olyan fontos dolgokra fókuszáljunk, mint a szellem, a tudomány és a lélek és ezek kapcsolata. Az idei év, a COVID-19 világjárványt követő második év, sajnos ismét szomorúsággal teli. A szomszédságban zajló pusztító háború szív- és torokszorító. Vegyük észre azonban egy sok szomorúság, nehézség és szenvedés mellett azt is, hogy mindez, amivel szembe kell néznünk a világunknak, csak az egyik fele. Karácsonyhoz közeledve, az ünnepre készülve fedezzük fel a jó és a szép nyomait, a felbukkanó értékeket és az új lehetőségeket is. Az elkövetkező órában fordítsuk hát figyelmünket a tudomány legjava felé. Az idei karácsonyi adás keretében ismerjük meg a gyógyszerkutatás elmélet és klinikai kihívásaival és sikereivel, illetve a mai előadónkkal, Bodor Miklós professzorúrral. Bodor Miklós a University of Florida professzor emeritusa, valamint a Bodor Laboratories gyógyszerkutató vállalat alapító elnöke. 1939-ben Szatmár Németiben született. A kolozsvári Bolyai Tudományos Egyetemen 5 éves kutatóvegyészmérnök szakán 59-ben végzett és szerzett diplomát. A kémia doktora címet a Román Tudományos Akadémiától 1965-ben kapta meg. 1968-ig a kolozsvári Gyógyszerkutató Intézet kutatójaként dolgozott, amikor meghívást kapott Austinba, Texas, the University of Texasra, ahol is kvantumkémiai tudományokat folytatott. Gyógyszerkutatói tevékenységét 1972-től a Kansas Egyetemen, Lawrence-ben folytatta, mint tudományos igazgatója egyben az Interex vállalatnál. 1978-ban a Florida Egyetemre hívták, Gainesville, ahol az orvos klinikai professzora és tanszékvetemi tanára lett. 1983-ban kinevezték Graduate Research Professornak, ami az ottani rangsorban a legelismertebb fokozatot jelenti.
1998 és 2000 között az IVAX vállalat kutatási elnökévé választották, és így a Budapesti Gyógyszerkutató Intézet igazgatója is lett egyben. 2005-ben visszatért Floridába és a Florida Egyetemre, majd 2006-ban megalapította a korábban már említett Bodor Laboratories vállalatot. Több mint 535 tudományos dolgozata és 320 szabadalom szerzője. A Floridai Tudományos Akadémia alapító tagja, az MTA külső tagja és 4 további tudományos társaság választott tagja. Többszörös díszdoktor, és beválasztották 2 hírességek csarnokába is. Számos nemzetközi tudományos díj és kitüntetés birtokosa, többek között 2022-ben megkapta a Magyar Tudományos Akadémia Arany János életműdíját is. Jelenleg Miami-ban él feleségével, Nicole és Erik fiai vele együtt dolgoznak a Bodor Laboratories vállalatnál. Miklós fia a Debreceni Orvosegyetem tanszékvezető egyetemi tanára. Hobbija az olvasás, a sportolás és utazás, szívesen utazik nem csak Afrikába, a szafarikra, de hűvösebb éghajlatra is, az Antarktiszra. A mai előadásának a címe retrometabolikus gyógyszertervezés, elmélet, fejlesztés és klinikai sikerek. Kedves Miklós, közben látom, hogy sikerült bekapcsolódnod, és nagy szeretettel köszöntünk téged, és szeretném megkérni, hogy tartsd meg az idei Christmas Lecture-t. Először is gratulálok az előttem felszólaló két díjazottnak, és neked, András, köszönöm a megtisztelő meghívást és a bemutatást. Mi nagyon jól tudjuk, hogy egy új gyógyszer felfedezéséhez, fejlesztéséhez és hatósági jóváhagyásához nagyon sok idő és költség szükséges. Láthatjuk a szükséges szakaszok vázlatos összefoglalóját itt, kezdve a korai kutatással, preklinikai fejlesztés, összesen ez rendszerint 12-15 évbe telik, és 5 vagy 10 ezer szintetizált molekulából lesz végül egy gyógyszer. Jelenleg úgy számolják, hogy mindent összevéve másfél milliárd dollárba kerül egy új gyógyszernek a piacra vitele. Ok, hogy ennyi molekula demorzsolódik a fejlesztés során, nagyon sokrétű, vagy kémiai, vagy toxikológiai és kiszerelési problémák vannak. Az egyik legfontosabb folyamat, amit tanulmányoznak, az a molekulának a metabolizmusa. A metabolizmus szempontok a gyógyszertervezésben itt látható. Egy aktív anyag legyen az D-vel jelölve, minden esetben többrendű metabolizmusnak esik alá. Az analóg metabolitek, más metabolitek vagy reaktív intermediárik, meg inaktív metabolitek, amelyeket majd később tárgyalunk. Tehát ezek egy időben különböző koncentrációban vannak jelen, és a kiváltott összegezett kívánt hatás és a toxicitás mindezeknek a kombinációja. A kettőnek az aránya, a toxicitás és az aktivitás és a terápiai index, és mi azt mondjuk, hogy a fő cél a fejlesztésben nem a hatás növelése, hanem a terápiai index megjavítása, amit úgy érünk el, hogy a retrometabolizmus gyógyszertervezés elveit a szerkezet hatás és szerkezet metabolizmus összefüggések
amiket tudatosan kombináljuk. Tehát nagyon fontos a gyógyszer metabolizmusát, nem elég tanulmányozni, amit a szervek előadnak, hogy mindenképpen minden metabolitet meg kell ismerni tulajdonságait, hanem ráerőszakolunk egy metabolizmust, egy előnyös uralkodó metabolizmust tervezni a szervezetbe. Ennek során igyekszünk elkerülni oxidatív metabolikus folyamatokat, hanem helyettük specifikus, hidrolitikus lebontó szerkezeti részeket kell beépíteni. Ez vezet, amit retrometabolitikus kettős huloknak nevezek, ahol az aktív anyag két típusú változáson mehet át. Az egyik retrometabolitikus tervezéssel egy olyan konstrukciót hozunk létre, amelyiknek nincs biológiai hatása, ez egy kémiai irányítórendszer, amelyik szakaszosan átmegy a direkt előanyagra, és a hatóanyagot koncentrálni tudja az alkalmazási, a cél szerbe, vagy célbetegségre. A másik módszer esetében mi az anyagot egy lágy gyógyszerei változtatjuk át, amit egy inaktív metabolitból kémiai változásokkal tervezünk. Ez egy izoszterikus, izoelektronikus analógia az aktív anyagnak, és az a tulajdonsága van, hogy egy lépésbe inaktiválódik a kiinduló hatástalan metabolitra. Így nagyon jól elkülönhetjük, mint majd látni fogjuk, a toxicitást. Tehát kezdjük az irányított rendszerekkel, amelyek, mint mondtam, biológiai hatás nélküliek, a gyógyszeri aktivizálás betervezett többszakaszos enzimatikus vagy kémiai változást igényel. A célszerben kiemelten magas koncentrációt érünk el a lépésenkénti változások a fizikai kémiai tulajdonságokban. A felépítése ennek a irányító rendszernek tartalmaz egy irányító csoportot és finomító csoportokat, amelyek a kellő fizikai kémiai tulajdonságot biztosítják. Az egyik, az első példa az agyvérgát nem csak hát anyagmozgás, hanem agyba való bezárodási módszerről szól majd. Mint tudjuk, a vérben lévő, vagy az agyban lévő kapillárisok nagyon különböznek a test többi részétől. Elsőbben azért, mert az endotél sejtek szorosan bezárják, és nem engedi át anyagmozgást, amelyek létre könnyen megtörténnek az egyéb kapillárisokban. Már most ez az agyi kapilláris nagyon nagy felület lényegében, nem bár a kapilláris faláról beszélünk, hogyha egymást mellé kiterjesztenénk, kb. Egy teniszpálya nagyság. Mint ahogy mondtam, ez egy lipid gát. Ezt bemutattuk azzal, hogy nagyon jó korrelációt találtunk az olaj-víz megoszlási állandó, itt egy mély számított adatokat használtunk, és a gyakorlati kapilláris áteresztő képessége között. Amik itt kiesnek belőle, azok aktív transzporttalben jutnak be. Tehát ez az irányító rendszer lényében, mint ahogy mondtam, egy inaktív, lipofilikus konstrukció, amelyben az hatóanyag el van dugva. Ennek nincs hatása, tekintve, hogy lipofilikus könnyen ide-oda megy az agyvérgáton, és elterjed a szervezetbe. Egy enzimatikus folyamatnál egy állandó pozitív töltést nyer, amelyik felgyorsítja a kivülést, de ugyanakkor az agyvérgát most már bentről működik, és nem engedi ki az így
képzett közterméket, amelyik aztán az aktív anyagot kibocsátja. A irányító csoport, amelyet használunk, ez a dihidrotrigonellin, vagy trigonelpiridin, piridinium show, redox pár, amely ugyanaz, mint az NADH és NAD plusz nagyon őrös, mert coenzim rendszerben. Az irányító módszer kezdete visszanyúlik 95-ig, amikor a Science-be közöltem egy módszert, hogy a pralidoximot, amelyik az egyetlen olyan anyag, amelyiket organofoszfát mérgezett koleszteráz reaktiválására használnak, de ez nem jut el az agyba. Mi kidolgoztunk egy módszert, ez a redox szisztémával nagyon jól hat, és ez mostanig is ez az egyik legjobb módszer. Későbbiek során gondoltam, hogy ezt a módszert lehetne használni bármilyen egyéb anyag az agyba való bevételére és bezáródására, és ezt először 81-ben közöltünk a Science-be. Egy néhány példát röviden bemutatnék, az egyik egy rákellenes anyag, a Lomustin, ami egy kloroetil nitrozo karbamát. Bejut az agyban, mert lipofilikus a megoszlási hányadatosa egy, viszont ahhoz, hogy az agyban terápiás mennyiség eljusson, az egész szervezetbe magasabb koncentrációt kell fenntartani. Tehát itt, mint ahogy előzőleg láttuk, hozzákötjük egy dihidrotrigonellin észter formában a redox szisztémához, amelyik átmegy könnyen az agyvérgáton. Itt egy hidrid transfer eredményeképpen, ami mindenütt megtörténik a coenzim rendszer hatására. Az egész testben nagyon gyorsan kiürül, mert pozitív töltést nyert, és látjuk, hogy a pozitív töltésű közbelső terméknek a megoszlási állandója -1 vagy -2, tehát majdnem 4-5 nagyságrenddel megváltozik, és ez nagyon effektív bezárja az agyba. És utána egy enzim leválasza, ám bár valószínűleg, hogy ez is hatásos. Ezt a Johns Hopkins Egyetemen Chris Grossman professzor beigazolta világosan. Ez, ahogy maga az alapanyag, a Lomustin bejut az agyba, ekvimoláris mennyiségű irányított forma, rendszer drámailag jobban bejut az agyba. Még látható, hogy a pozitív töltésű köztermék, mikor azt beadagoljuk, egyáltalán nem jut el az agyba. Tehát ez lényegében ez a rendszer nem egy pro-pro drag, ahogy többen hibásan nevezik el, hanem fontos ez a szekvencia. Láthatjuk, még 4 óra eltelte után a rádiográfia mutatja, hogy az a irányító rendszer még nagyon jelentős mennyiséget juttat az agyba. Egy másik példa az ösztradiol. Az ösztradiol a legismertebb, nagyon potens női hormon. Ennek semmi problémája nincs az agyba jutni nyilván, tulajdonságai és mindenek alapján. Viszont a helyzet az, hogy menopauza után a nőknél az ösztradiol szint
a vérbe, és nyilván az agyban lecsökken egy tizedére. És ennek hatására kialakulnak a vázomotor szindrómák, hevülés, izzadás, fájás, és kognitív problémák is. Tehát ennek ezért mi úgy gondoltuk, nagyon fontos, hogy főleg az agyba biztosítsuk az ösztradiol koncentrációt, anélkül, hogy nagyon megnövelni az egész szervezetben, mert mi ismert, hogy ez káros hatás lehet, rákot okoz, és egyéb, stb. Tehát ugyanúgy hozzákötjük dihidrotrigonellin ésszer, amelyik oxidálódik, vagy hidrotranszferrel pozitív töltést vesz fel. Ez bezáródik az agyba, itt láthatjuk, hogy a megoszlási állandó körülbelül több mint 10 000-szer megváltozik, vagy négy nagyságrenddel, és utána az aktív ösztradiol, ami az agyban kibocsátódik. Első világos bemutatás ennek a módszernek, hogy dolgozik, a kiürülési feledezési idők az irányító rendszer után minden szervből aránylag gyorsan kiürül, az agyba bezáródik. Ennek eredményeképpen mi kutattuk, hogy lehet ezt további kifejleszteni. Látszik, hogy patkány agyba egy dózis nagyon gyorsan kiürül a vérből, míg az agyba független attól, hogy melyik részt nézzük meg, a preoptik vagy kortikális részt, szinte egy szinten marad, és nézzük meg, hogy ez egy injekció után, ez 24 nap jelentős hatás. És a fontos dolog az, hogy vissza akarok menni. Hogy ez nem csak a pozitív töltésű intermediát mutatja, hanem ez az immunoreaktív ösztradiol, amely kimutatható az agyban. Tehát emiatt mi tovább fejlesztettük ezt az anyagot, tekintve, hogy a dihidrotrigonellin nem nagyon stabil, és főleg vízaddicióra jó szubstrát. Ezért becsomagoltuk egy ilyen 1-2-es hidroxipropilbéta ciklodexin komplexbe, és ez volt az anyag, amelyet benyújtottunk a hatóságokhoz, és ez fejlesztés során a második fázisi eredmények postmenopauza nőknél, tehát menopauza utáni nőknél világosan egy szinten lehet tartani két naponkénti vagy naponta beadásnál olyan szinten, ami normális menopauza előtti szintek. Még egy alkalmazást szeretnék megemlíteni, ami peptidekre, ami tudjuk, hogy nagyon nehéz peptid jellegű gyógyszereket az agyba vinni, nem csak, hogy főleg az enzimatikus gát miatt. Emiatt mi becsomagoltuk egy molekulás csomag formájába több peptidet. Tovább kell lépjünk itt, tehát direkt nem köthetjük a peptidhez, mert nem válik le itt, hanem egy távköztartó csoportot kell alkalmazni, ami prolin-prolin, vagy prolin-alanin-alanin-alanin, amelyik dipeptidil-peptidáz hatására jó helyen válik, és miután a lipofilikus csoportot, a koleszterin is levágjuk, a
a peptid az agyban dúsul. Ez egy kiotolfin, de fontosabb eredményeket mutatnék be. Egy leucin enkefalin, a D-alanin, D-leucin enkefalin, vagyis DADLE, amelyik így néz ki a becsomagolt formája. Tehát az agyba bevitel először passzív átvitel az agyvérgáton, a pozitív töltés a trigonellinnel alakulva bezárja az agyba. Következőképpen a lipofilikus csoport leválik, majd a dipeptidil peptidáz a hatóanyagot kiengedi, és ezt analitikailag bemutattuk, de nyilván sokkal fontosabb, hogy farmakológiai kísérletek világosan mutatják, hogy DADLE lényegében hatástalan, fájdalomcsillapító, ez a patkányfalok elrántása módszerrel. Láthatjuk, hogy az irányított formája nagyon jó hatással van, tehát nagyon megakadályozza a fájdalmat. Hogy beigazoljuk, hogy ez kizárólag az agyi hatás eredménye, nalaxonnal rögtön a hatás kezdetén rögtön lehet antagonizálni, és hatás eltűnik. Viszont ha metil-nalaxóniumot adunk be, amelyik ugyanolyan hatású, mint nalaxon, de viszont nem jut be az agyba, ennek a hatása nem érvényesül, tehát ugyanúgy továbbra is láthatjuk a fájdalomcsillapítást. Ezt amikor leközöltük a Science-be, a Harvard Health Letter az év 10 legfontosabb felfedezéseinek egyikének nevezte. Most lássuk a burok jobb oldal részét, a lágy gyógyszereket. Mint ahogy mondtam, minden gyógyszer több rétű metabolizmuson megy át. Mi kihasználjuk ezt az elvet, hogy egy inaktív metabolitot kémiailag egy izoszterikus, izoelektronikus analoggá alakítsunk, úgy, hogy miután használjuk a szervezetbe, ez az inaktív metabolittá menjen. Tehát a lágygyógyszerek tulajdonságai új terápiailag aktív anyagok, közeli izoszterikus, izoelektronikus analógiai a kiinduló aktív vezérmolekulának. Terápiai feladatuk elvégzése után a betervezett metabolizmus alapján bomlanak le. Kívánatos metabolizmus hidrolitikus, elkerülendő, a könnyen telíthető, toxicitást és gyógyszer-gyógyszer kölcsönhatást okozó oxidatív metabolizmust. Különösen alkalmasnak lokalizált kezelése, bőr, szem, orr, tüdő, béltraktus, stb. Mi az első próbálkozásoknál a szemre koncentráltunk. Tudnélik, a szembe, mikor szemcseppet adagolunk be, legalább 95%-a eljut a szervezetbe, és toxicitást okoz. Van erre sok alátámasztása ennek a kijelentésnek, ám bár helyi toxicitás is nagyon lényeges. Ez különösen a kortikoszteroidokra vonatkozik, amelyek a legfontosabb fájdalomcsillapító és allergia ellenes gyógyszerek csoportja, amelyik a szembe nagyon súlyos mellékhatásokat okoznak, mindegyik, dexametazon, prednizolon, stb. Nevetesen növelik a szem, belső szemnyomás, tehát
zöld hályogot okoznak, és kataraktot, szürke hályogot is. Emiatt, mint majd meglátjuk, mi koncentráltunk a szteroidokra, megemlítem, hogy az első közlemények a lángyógyszerekről 1980-ban három dolgozat ugyanabban a számban jelent meg, hogy tovább fejlesztettük. Különböző csoportokat lehet figyelembe venni és alkalmazni. A két legalkalmazottabb, a tervezett metabolizmus szervesen kapcsolódik a farmakofor csoporthoz, ilyen lágy analóg vagy inaktív metabolit módszerrel. Itt a metabolizmus lebontja a farmakofort is. Második módszer, a metabolizmus szerkezetileg távol van a farmakofortól, a metabolizmus drámai szerkezeti változást okoz, és hatástalanítja a molekulát. Tehát visszatérve, amit kezdtem, hogy a kortikoszteroidok esetében, ez a hidrokortizon, ami a természetes kortizol a szerepben van, meglepő módon nagyon sok metabolitja képződik, amiből különböző más hatás és más folyamatban bennek vesznek részt. Mi kiválasztottuk itt egy inaktív metabolitet, ahol a 21-es szén leoxidálódik. Ez a kortien sav, amelyik legalább 10.000-szer kevésbé kötődik a kortikoszteroid receptorhoz, tehát lényegében inaktív. És ennek kémiailag átalakítjuk úgy, hogy hasonlítson az ismert 21 szén farmakofor tartalmazó szteroidokhoz, nevezetesen halometil észtereket képeztünk. Ugyanakkor a 17-es alfában a rendszerint észterek vannak használatban. Mi elkerültük az észtereket, mert egy vegyes anhidrid képződéshez vezetne, amelyik reakcióképesek. A karbonátot csoportot használtuk, amelyik új volt a szteroid kémiában. Vagy 70-80 különböző analógot, klorometil észtert készítettünk különböző ismert kortikoszteroidból, ami fejlesztésre került a legegyszerűbb szinte a prednisolon, amelyik ugyanígy, tehát prednienik sav, vagy delta egy kortien savra képződik. Ezt aktiváljuk, mint egy klorometil észter és 17 alfa etilkarbonát. Ez a lotopredno etabonát nevű gyógyszer, amelyik egy lépésbe inaktiválódik az sav etabonát, és tovább a kortien, deltai kortien savra. Ha egymásra fektetünk egy jól ismert, egy potens szteroidot, klobetizol propionátot, és a noteperno etabonátot, látjuk az egyik fekete és szürke, hogy szinte tökéletes az átfedés, és a klorometil észtel klorinja, klória ugyanolyan helyzetben van, ez a fontos farmakofor, a 17 alfával pedig az etilkarbonát teljesen átfedi a propionát észtel. Az eredménye az, hogy a terápiás index nagyon jelentősen megjavul. Ha összehasonlítjuk három ismert kortikoszteroidhoz, amelyeket azért választottunk, mert a hatásuk különböző hatás, különböző erősségű, a gyulladásgátló hatást néztük, és a mellékhatási timolizis. Láthatjuk, hogy az arány, ami a terápiai index, az ismert szteroidoknál függetlenül attól, hogy mennyire potensek, mindig egy körül van. Viszont a loteperno etabonát 24. Tehát sokkal kevesebb mellékhatást okoz, tehát csak ott hat majd, ahol a alkalmazást végez. És így kifejlesztettünk szem
seppeket, vagy gyógyszereket, és 98-ban piacra került több országban, már 2004-ben egy oftalmológus közölt egy cikket, hogy 3 évig mindennapos alkalmazás esetén semmi mellékhatást nem lehetett tapasztalni. 3 évvel ezelőtt, 2018-ban két virginiai úriember, nem ismerem őket, írtak egy nagyon nagy összefoglaló dolgozatot, címmel Lotepedmo Letabonát 20 éves klinikai tapasztalat, ahol vagy 37 különböző klinikai vizsgálatot írnak le, és az eredménye az, hogy ez az egyetlen kortikoszteroid, amely 5 különböző személyzeti gyulladásos és allergiás betegségre jóvá hagyást nyert. És ugyanakkor nagyon fontos, hogy a szemben nyomás a notepadnollal ugyanolyan, mint a placebo, tehát semmi hatása nincs. Ezt több vállalat már piacra vitte, az első, akinek licencáltam, a Bosch & Lomb, nagyon sok kiszerelési formája van, különböző szuszpenziók és kenőcsök is. Egy másik vállalat, a Carl Pharmaceutical, 2 új formulációt hozott piacra, ezt eladták az Alcon ismert személyzeti vállalatnak. Itt kell megemlítsem, hogy rögtön tehát 98 után, a 2000-es évek elején az indiaiak rögtön lekoppintották a Notepedmo Letabonátot, és jelenleg 7 olyan vállalat van Indiában, amelyik gyártja és forgalomba hozza ezt az anyagot. Nyilván akkor még nem volt, most sem nagyon respektus a szabadalmi ügyeknek. Érdekességképpen megemlítem, hogy ez a farmakofor, ami a 21-es megfelelő helyzetben van a loteperednolnál. Azt találtuk, hogy a 17 alfában diklolacetátot viszünk be. A diklolacetil származék ugyanolyan jó hatású, mint loteperednol, és szintén lágy, tehát gyorsan hidrolizál. Ennek az az oka, hogy ámbar itt láthatjuk, hogy egészen más helyen vannak, de ha két molekulát egymásra tesszük, akkor az egyik klór a diklolacetátból mindig olyan helyzetben van, ahol a loteperdon klórja, és ezért a diklolacetil származék nagyon jó hatású, ennek a neve etipredol diklolacetát, amely második fázis aszmára és orr allergiára használ. Így lehet jobban látható más nézetbe, hogy a monoklor acetil származék, ahol a szélikus akadályozás miatt ez a klór rossz helyet foglal el, a monoklor acetát teljesen hatástalan, a diklor-acetil pedig az egyik klór mindig ott van, ahol kell. Nemrég találtuk, hogy mi hidrolizálja a notepedmo Letabonátot és az etipredmo diklor-acetátot, mert addig mindig azt hittem, hogy a plazmában lévő eszterázok, de mint kiderül, hogy a paroxonáz 1, ami a HDL-hez van kötve, az az egyetlen, ami hidrolizálja. Most menjünk egy másik alkalmazásra, teljesen másra, a muszkalin receptorok, az acetilkolin által közvetített folyamatok. Azért muszkalin receptorok, mert ez is ugyanúgy, mint a kortikoszteroidok,
tehát teljesen elterjedtek a szervezetben, és az öt altípusra nincs szelektív agonista vagy antagonista, így nagyon nehéz elválasztani a mellékhatást és a kívánt hatást. Ám bár a különböző altípusok, receptorok altípusok más hatásúak, de tekintve, hogy nincsen rá antagonista, nincs olyan gyógyszer, amelyik ne okozzon mellékhatást. Terápiás felhasználása több részű, légy, asztma, tengeri betegség, pupillatágulás, bélmozgás, haujak funkció, és itt nem soroltam ide, amit mi koncentráltunk, a patológikus izzadás, hiperhidrózis, amelyik nincs hozzá, nem a hő vagy egyéb hatása, hanem az acetilkolin hozzákötődik az izzadás mirigyekhez. Nagyon sok mellékhatása van az antikolinergikus anyagoknak, arritmia, száraz száj, érzékenység, stb. Itt láthatunk egy általános szerkezetet az antikolinergikumban, amelyik egy sztérikusan akadályozott, tehát nagy karbonsav észtere egy terciel vagy ammónium alkohollal, ahol legalább két vagy három szén válassza el az észtert és a pozitív töltést. Tehát ez képezi az a farmakofort. Az első próbálkozásaink lényegében kémiai próbálkozás volt, az acetil norkolin, tehát csak egy szén atommal, amit addig még nem volt ismert, ezt készítettünk egy néhány anyagban. A másik módszerek az inaktív metabolit módszerek, amikor vagy a farmakofórhoz közel képezünk diésztert, vagy pedig távol a farmakofórtól. Ezek itt láthatóak, tehát itt vannak fent az ismert antikolinergikumok. A kémiai módszerek, tehát az egy szén atommal elválasztandó, meglepően nagyon aktív antikolinergikumokat készítettünk, és ténylegesen lebomlanak könnyen, három részre esnek szét, egy amin, egy aldehid és egy karbonsav. Viszont ez kémiai bomlás, és mint ilyen elég lassú a normális pH-nál, tehát átértünk az inaktív metabolit módszerekre, hogyha a diésztét képezünk a farmakoforhoz közel, ezek, mint láthatjuk, legfeljebb egy tizede aktivitásuk a ismert anyagoknak. Viszont, hogyha eltávolítjuk a hidrolitikus, tehát a lágy csoportot, és itt a nitrogént visszük be, ez az anyag, a szofpirónium, amely a glukopirolátból képzett lágy antikolinergikum, nagyon sikeres lett. Tehát itt ez a glukopirolát, amelyiknek az aktivitása 8,6, a szofpirónium bromid, és ugyanság 8,6, több az, jobb valamivel a szelektivitása is, az M3, ami a mirigy elválasztás felelős, és a hidrolizis után a cviterion, ami képződik, több mint 10-szer kevésbé hat, tehát a lágy gyógyszer tervezés elmélete jól működik. Ez a szofpirónium bromid,
nagyon röviden, hogy még egyszer megmagyarázom, de hát itt van a izzadás mirigy. A bőrön keresztül átjut az anyag, bejut a szervezetbe, viszont itt a mirigybe hozzákötődik, és megakadályozza az acetilkolin aktiválását a izzadás mirigynek. Viszont ami az általános rendszerbe, a vérrendszerbe megy, az gyorsan elhidrolizál, ugyanis azt találtuk, hogy az emberi plazmában 11 perc a felezési idő. És érdekes módon ezt 100%-osan a paroxonáz egyes végzi a hidrolizist, és az egyetlen terméke az glitterámion. Tehát ezek nagyon ígéretesek voltak, és nem megyek részletekbe a hosszú kifejlesztésre, csak a végeredmény, tehát átmentünk a rendes fázisokon, ez a klinikai harmadik fázis, ami tavaly fejeződött be, két nagy csoport betegeken, a hiperhidrózis betegeken. Mind az elsődleges célpontok, gravimetrikai és egyéb másodlagos célpontok mindegy statisztikailag jelentős javulás volt. Így a dokumentációt ez év szeptemberében sikerült benyújtani, és a múlt héten kaptuk az FDA-től a levelet, hogy nem találtak semmi kifogást, és elfogadták a benyújtást. Tehát reméljük, hogy ez piacra kerül jövő év végén, vagy 24 elején. Megjegyzem ugyanakkor, hogy ez licencált Japánba is, ott viszont már piacon van második éve. Végül csak röviden annyit szeretnék mondani, hogy a lágy gyógyszertervezés nagyon logikus, tehát számítógépes szakértői rendszert lehetett összehozni. Ez egy aránylag bonyolult ábra, úgyhogy menjek a következőre, ami egyszerűbb, hogy a vezér molekulát átalakítási szabályokkal metabolitek tálát képezzük, az inaktív metaboliteket átalakítási szabályokkal lágy gyógyszerek tálára, virtuális tálára alakítjuk át, a tulajdonságokat számítjuk ki, és rangsoroljuk ezeket a teljes virtuális lágygyógyszertálat. Ugyanakkor és hidrolizis sebességét az emberi plazmába is hozzátesszük, hogy így el lehessen dönteni, hogy milyen lágygyógyszer vigyünk további fejlesztésre. A lágygyógyszeretek rangsorolásának az alapfeltéve is, hogy a teljes virtuális gyógyszerek tára a különböző számított tulajdonságok kombináció alapján rangsorolható. A vezérmolekulához legközelebbi izoszterikus, izoenekronikus analóg a legígéretesebbek. Hát a számított tulajdonságok molekula alakja, ez egy pontos van der Waals télfogat, mit számítottunk, a felület, az ovalitás, ami a formáját jelenti a molekulának, hogy mennyire tér a gömbtől, elektronikus tulajdonságok, oldékonyság, mi kidolgoztunk egy módszert a kvantumkémiai adatok alapján, kiszámítassuk a virtuális anyagoknak a megoszlás állandóját, és végül a hidrolízis sebesség az emberi plazmában, ami figyelembe vesszük. A hidrolízis sebességét legkülönböző ismert észtereket nevet összefüggésbe hozni a számított felezési idő és egy kísérleti nagyon jól összevág, így mi kiszámíthatjuk előre ismeretlen anyagoknak a
emberi plazmába a hidrolízis sebességeit, ezzel az egyenlettel, amelyikben benne van az általunk kidolgozott megoszlási ágyú, a karbonil szénen a töltés és az oxigénen a kölcsönhatás, mint láthatjuk, egészen jó. Egy példát adjak erre, itt a dexanabinol, egy ismert kannabinoid származék. Átalakítási szabályok például bicinális metilén, tehát etilén csoportot karboxillá, etil csoportokat hidroxid, majd karbonsav észterékké, és így egy teljes virtuális lágy gyógyszer tálat képezünk, akkor kiszámoljuk az előbb láthatott tulajdonságokat, és ezeket rangsoroljuk, így az anyagokat. Nyilván a rangsorolásban nincs bent a hidrolízis sebessége, mert attól függ, hogy mi a cél, rövid vagy hosszú hatás a cél, választhatunk, hogy melyiket nézzük meg. Itt még egy példa, ami egy nagyon jól ismert beta-blokkoló metoprolol, a metabolitja többek között egy inaktív karbonsav. Tehát itt mind a két módszert tudjuk alkalmazni, és alkalmaztuk, tehát az egyik az inaktív metabolit módszer, tehát észterezése ennek a savnak, hogy ultra rövid hatású beta-blokkoló kapjunk. És ezek piacon is vannak. A landiolol az egy ono, amelyik a legrövidebbig tart, tehát sebészi beavatkozás során ezt infúzióval lehet pontosan beállítani, hogy mi szükséges. Az ono vállalatnak én konzultáltam akkor évekkel ezelőtt. A másik módszer pedig irányított, szembe irányított beta-blokkoló, ez a metoprolol, vagy sok mást megnéztünk. A aminoalkohol, az a farmakofor, a keton, annak már nincs hatása, nem nagyon stabilis, ezért oximmé alakítottuk. Azt találtuk, hogy a szembe, az írisben van egy olyan enzim, ami nagyon jó hozammal hidrolizálja az oximot, az oximhidroláz, és az ott lévő keton reduktáz csak az optikailag aktív formát képezi, ami nagyon hatásos, és ez mint glaukoma gyógyszer a klinikán volt Izlandban és máshol. Még tovább fejlesztő is van. A lánygyógyszer klinik tervezése elterjedt a világon, sok nagyvállalat, vagy már piacra vitt, vagy pedig tanulmányoz, különböző lányanalógokat, vannak vállalatok, ahol külön csoport van a lánygyógyszerek tervezésére. 2012-ig, amikor közöltük a könyvet, addig mi még leírtunk mindent, amit addig ismertünk, azóta sok új adat van az irodalomban. Ezt a könyvet Buchwald Péter volt egyetemi legjobb barátom fia, aki doktoránduson volt, és jelenleg a Miami Egyetemen tanít. Végül csak nagyon röviden megemlítem a kiszerelés fontosságát. A kladrabin, ami linfomára használt, vagy effektív, javasolták, hogy multiple sklerózisre használják, viszont nem lehet orálisan beadagolni, és injekció, vakcina nem volt ígéretes. Nekünk sikerült
egy úgynevezett komplex-komplex formát kialakítani, amelyik egy keverék, de egy kettős komplex, zárvány és hidrogénkötéses komplex. Ezt mi szabadalmaztattuk 2014-ben már, de a kifejlesztés évekkel ezelőtt kezdődött, és jelenleg ez, mint Mavenclad nevű gyógyszer piacon van, nagyon jó, sikeres. Ez volt az első orális rövid idei kezelése az aktív multiple szklerózisnak. Maximum 20 napos kezelés az első két év során eredményez legalább 4 éves hatást. Megjegyzem, hogy az első állat és emberi kísérleteket mi a Budapesti Gyógyszerkutatóintézetben végeztük. A Florida állam feltalálói hírességek múzeumában van egy kiállítás, ahol itt szerepel 13 ilyen gyógyszer készítmény, amelyikben az előbb említett anyagjaim a hatóanyagok. Tovább mellve ők van egy hírességek sejtánya, ahol mindegyikünknek van egy tégla oszlop, ahol egy bronz táblába a retrometabolikus gyógyszertervezés meg van örökítve. Hát összefoglalásképpen a retrometabolikus gyógyszertervezés fő módszereit mutattuk be a leány gyógyszerek és irányított gyógyszerrendszerek példány keresztül, összekapcsolva a szerkezet hatása és szerkezet metabolizmus összefüggéseket. Hát a fő cél a terápiás index, a toxikus és hatásos adagok aránya maximizálása. Bemutattam a dihidropiridin-piridinium sor redox rendszer sikeres különböző gyógyszerek vagy beirányítását. Megjegyzem, hogy nagyon sok gyógyszert műtünk be, van legalább 140 közleményünk ezekről. A lágy gyógyszerek tervezésekor fontos látható volt a hidrolitikus és nem oxidatív metabolizmus felhasználása. Az első nagyon sikeres lágykortikoszteroid, a loteprednol etabonát, több mint 20 éve piacon van, jó hatású, egyedileg toxicitásmentes gyógyszer, több mint 150 millió felírt recept, amiről tudunk, Indiát nem említem. A második generációs lágykortikoid, az etiprednol diklóacetát klinikai háromfázisig jutott sikeresen. Szofpironium bromid egy új lágy antikolagénkum, mely gyors ütemben fejlesztődött a patológikus hiperhidrózis, ami egy kielégítetlen szükség kezelésére. Két sikeres második fázis és harmadik fázis után tervezett piacra kerülés 2003, nem egy, hanem negyed. Mint ahogy mondtam, a dokumentumot benyújtottuk szeptemberben az USA-ban. Japánban viszont már piacon van a kiszerelt formája, ott szerepel a kiállításnál. A lágy gyógyszertervezés módszer egy világszerte sikeresen alkalmazás, kiszerelés fontosságát illusztrálja a Mavenclad sikere az első rövid tartalmú, de hosszú hatású multiple kezelésében. Szeretném megköszönni doktorandusaim, posztdokok, vendégkutatók, munkatársaimnak. Nyilván ők végezték a munka az övét, én csak szerencsés vagyok, hogy erről beszélhetek. Végül megköszönöm a figyelmüket, és kívánok kellemes karácsonyi ünnepeket és boldog új évet mindenkinek. Köszönöm. Köszönjük szépen, Miklós, és nem tudom, látod-e, de szeretném nagyon is valós oklevelet most virtuálisan átnyújtani neked. Ez egy ilyen... Virtuális. Ez egy szép pergamen papírra, archaizált módon, két nyelven feliratozott oklevél, amelyik alul egy pecséttel van ellátva,
hogyha talán látod, akkor... Látom, igen. És nagyon szépen köszönjük az előadást. A blokklevelet természetesen postázzuk, és így aztán ebből a virtuális valóságból valóság lesz. Nagyon szépen köszönjük neked az előadást, és a jelenlevőkkel együtt jó egészséget és áldott békés karácsonyt kívánunk neked. Örülünk, hogy meghallgathattunk, és további sikereket kívánunk. Nem mintha, amit láttunk volna, az kevés lenne, de hát azt gondolom, hogy látva a lendületedet, valószínűleg még további érdekességeken fogsz dolgozni eltűnt években. Köszönjük szépen, jó egészséget, viszlát! Köszönöm, András! Köszönöm szépen mindenkinek a jelenlétet, és ez alkalommal bezárom az ülést, és a jelenlőknek is csak azt tudom mondani, itt helyben, mint amit távolra üzentem, hogy áldott békés ünnepet kívánok mindenkinek, és sikerekben köszönöm. Most azt hiszem, hogy nagyon komolyan kiváltjuk mindannyian egymásnak a békés új évet, azt hiszem. Viszontlátásra, szervusztok!